három kismalac. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer három kismalac, akik szépen erősödtek, növögettek. Egy nap aztán az édesanyjuk azt mondta nekik, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy szerencsét próbáljanak, és saját otthon teremtsenek. Mielőtt útnak indította őket, azt mondta, hogy legyenek mindig becsületesek, és dolgozzanak keményen. Így minden rendben lesz, és elkerülhetik a gondokat. A kismalacok szépen bepakoltak. Megölelték az anyjukat, és elindultak. Mentek, mendegéltek, míg elértek egy csodálatos tisztásig, ami tel is tele volt virággal. A malackák el is felejtették, miért indultak el otthonról, és belevetették magukat a játékba. Élvezték a meleg nyári napot. De egy kis idő múlva lehűlt a levegő. Építsünk egy jó nagy házat! Még messze a tél, inkább játszunk valamit! Majd építek egy házat, ha eljön az ideje. Ahogy akarjátok, de én nem várom meg a havazást. A középső és a legkisebb malacka tovább játszott. Egyik reggel azonban beköszöntött a hideg. Ezért elkezdtek ők is építkezni. Én szalmaházat építek. Az gyorsan készen van, és nincs kedvem sokat dolgozni. És így is volt. A kismalac háza délre készen lett. Én rőzséből építek házikót. Mire lemegy a nap, kész is leszek. A rőzseház valóban kész lett néhány óra alatt. Menjünk, nézzük meg, hogy elkészült-e már a bátyánk házikója is. Menjünk! A malackák elmentek a legnagyobb testvérükhöz, aki fáradhatatlanul dolgozott a házán. A ház kőből és téglából készült. Voltak ablakai, az ablakon redőnyök, és az ajtó fából készült. Mit építesz te? Erődöd? Egy kis malac házának olyannak kell lennie, mint egy erőd. Miért? Mégis mitől félsz? A nagy, gonosz farkastól. De buta vagy. Félsz a farkastól. A legidősebb malac tovább építette a házát. A testvérei pedig az erdőben játszottak, gondtalanul, boldogan. Várjunk csak. Mi ez, ajt hallok? A farkas megkereste a hangoskodókat. A testvérünk olyan buta, miért fél? Ebben az erdőben nem lakik farkas. És ha mégis lakik itt farkas, ugyan kit érdekel? Én mindegyikkel elbánok, úgy bizony. A malacok még soha nem láttak farkast. Az egyszer csak előugrott a fa mögül. Izzott a tekintete, és megvillantotta éles fogait. Segítség! A legkisebb malac hazaért a szalmaházához, bement és bezárta az ajtót. Nyisd ki! Nyisd ki! Ha nem engedsz be, elfújom a házikódat! A farkas pedig hármat fújt, és elfújta a házat. Segítség! A kismalac átfutott a középső testvéréhez. Csodálatos! Mindkettőtüket meg fogom enni! A farkas újra nekiállt, hogy elfújja a házat. A rőzseház egy kicsit erősebb volt, kicsit többet kellett fújnia.
De végül ez a ház is összedőlt. A két kismalac pedig átszaladt a legidősebb testvér házához. Nyisd ki! Mi vagyunk azok! Gyertek, gyorsan! Itt nem kaphat el minket, mert az én házam erős, hiszen kőből épült. Ki az? Engedj be! Soha! Meg foglak enni titeket! Akármilyen erősen is fújt a farkas, a házikó meg sem moccant. A farkas már majdnem feladta, amikor meglátta, hogy a házon van egy kémény is. Új ötlete támadt. Aha! Ez az! Na majd megmutatom én nektek! Ez meg mi? Vajon miért lett kormos az üstfedele? Mindjárt meglátjátok! Jaj, nekem! A farkas beleesett a forró vízbe. Nagy nehezen sikerült kimásznia a vízből, a kéményen át pedig elmenekült az erdőbe. És soha többé nem látta őt senki. A kismalacok boldogan éltek tovább a kőházaikban, és soha többé nem felejtették el, mit mondott nekik az anyukájuk. Az erős és tartós dolgokért bizony keményen meg kell dolgozni. Máshogy nem lehet. A könnyen szerzett dolgok nem lesznek tartósak.